25 évvel ezelőtt történelmi eseményhez, a magyar rendszerváltozáshoz kapcsolódott az Ipartestületek Országos Szövetségének megalakulása 1990-ben. Azért jöttünk ma össze, hogy megünnepeljük ezt az eseményt. Okunk van rá, hiszen jelentős, visszafordíthatatlan változások mentek végbe Magyarországon, Európában és a világban az elmúlt 25 évben. Mégis a magyar iparosság nem csak túlélte ezt a korszakot, hanem alkotóan hozzájárult minden pozitív változáshoz. Itt vagyunk, és elmondhatjuk, hogy az IPOSZ és az ipartestületek nélkül ma lényegesen gyengébb a családi, mikro és kis változások képviselte a országunkban, Európában, és erre jogosan lehetünk büszkék. Az IPOSZ nem előzmények nélkül alakult meg 1990-ben. 1876 óta léteznek ipartestületek és azok országos szervezetei. Az ipartestületek már akkor hozzájárultak az osztrák-magyar vonalról a világszinten is kiemelkedő gazdasági fejlődéséhez. Az akkori iparosság századokat túlélt munkájának nyomaiul találhatók a parlamentben, az Utedasz-házban és más csodálatos épületeinkkel. Európa első föld alapjának ma is működő rendszerében, a városok alatt meghúzódó csatornarendszerekben és szinte mindenben, mely bennünket ma is körül vesz. Minden, ami akkor az iparosok alkotta, Európa és a világ gazdaságának élvonalába tartozott. A két világháború között IPOK néven működött az országos szervezet, szerepet vállalva a trianon utáni Magyarország gazdasági stabilitásának megteremtésében, az emberek mindennapi életét feltételeinek fenntartásában és működtetésében. A II. Világháború után KIOSZ néven hozta létre az akkori pártállam azt a szervezetet, amely egyedül megőrzője volt a munkásszektornak egy államosított Magyarországon. Bár egy minden magánvállalkozás számára kötelező tagságot előírjó, erősen centralizált pártfelügyelet mellett működő szervezetként működött, mégis történelmi szerepe volt abban, hogy sikerült átmenteni a piacgazdálkodás eszmeiségét, az iparos szakmák értékeit, a tradícióit. Így Magyarországon a szocialista országok közül szinte egyedül mindig megmaradtak a magánvállalkozás, a szakma tudásának és szeretetének azok elemei, amelyekre azután 1990-et követően az új társadalmat fel lehetett építeni. 1990-ben a rendszerváltozáskor megszűnt a korábbi iparos szervezet, a KIOSZ. A helyi ipartestületek visszakapták jogi önállóságukat és vagyonukat, úgy, mint ahogy a két világháború között is működött, és létrehozták az Ipartestületek Országos Szövetségét, az IPOSZ-t. A magyar kézműipar ezzel visszakapta a függetlenségét, és műhold demokratikusan választott társadalmi vezetők, iparosok álltak a szervezet élére. Először demokratikusan megválasztott akkori elnökünk, Kulocsimon, ma is itt között, és itt az ünnepi asztalnál. Az elmúlt 25 évben a magyar iparosság, a családi és mikrovállalkozások fontos szerepet vállaltak a magyar gazdaság rendszerváltás után a talpra állításában, és a mai napig a foglalkoztatás, a termelés, a szolgáltatás, a helyi gazdaságok felépítésének megkerülhetetlen szereplői. Az IPOSZ pedig magas színvonalon képviselte ezt a réteget, mint hazai, mind nemzetközi szintéren, jelen volt a társadalmi párbeszédben, a szolgáltatási rendszerek kialakításában, az előcsatlakozás előkészítésében. A magyar kézműiparnak elismertséget vívott ki a hazai és európai szervezeteknél. Jelen volt az európai és vállalkozói törvény kialakításánál, és azóta is a végrehajtás egyik legfontosabb szorgalmazója és közreműködője. Kezdeményező szerepével folyamatosan segítette a magyar szakképzési és továbbképzési rendszerek formálását, mindenek előtt a duális gyakorlati képzést és a mesterséges oktatást. Partner volt minden olyan gazdasági gazdasági törekvésben, amely alapján igyekezett a kézműipar gazdasági feltételrendszerét, és jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a magyar kézműipar átviselte a gazdasági válságot, megőrizte országos struktúráját, a magyar mikro- és kisvállalkozások több százezres táborra, továbbra is a magyar gazdasági jövő alakításának legfontosabb bázisot alakított. Az elmúlt 25 évben a világ jelentősen átalakult. Ez a magyar kézműipar felé és minden eddigénél nagyobb kihívásokat jelent. Mivel a következő évtizedek sem elképzelhetőek a magyar gazdaságban, a családi és mikrovállalkozások, a magyar kézműipari tevékenység részvétele nélkül
ciklus és a jövő feladatainak végrehajtása felé kiválkozó. Ilyen az új kommunikációs rendszerek alkalmazása a mikrovállalkozások világában, a támogatási lehetőségek minél nagyobb hatások felhasználásának segítése, mindenek előtt a technológiai megújulás területén. A potenciális foglalkoztatás kihapacitások minden nagyobb hatásfokú életrehívása és ehhez a gazdasági környezet alakítása. Továbbra is központi szerepet szánunk a duális szakképzésnek és továbbképzésnek. Emellett támogatni szeretnénk a környezettudatos technológiát elterjedését a kézműiparnál és bekapcsolódást az éghajlatváltozás generált a feladatunkba. Mindezeken a területeken fontosnak tartjuk a család és mikrovállalkozások, a kézműipar szempontjainak olyan mértékű megjelenítését, amely mértékű szerepet a foglalkoztatásban, termelésben és a szolgáltatásokban játszanak. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a magyar kézműipar versenyképességének előzése egyik legmeghatározóbb előfeltétele a sikeres magyar gazdaság jövőjének. Hogy van-e hiányunk az elmúlt 25 évet illetően? Természetesen van. Talán nem is hiányozhat ez, hanem egy olyan tények és tendenciák felismerése és megállapítása, amelyek ugyan megfordíthatatlan folyamatként vannak jelen világban, mégis képet lehetett volna talán tenni egy jobb egyensúly megteremtéséért. Bizonyosak vagyunk például abban, hogy a globalizáció önmagában nem jelent megoldást Magyarország, Európa és a világ jövőjének kialakításakor. A családi mikro- és kisvállalkozások fontosságának felismerése abban a mértékben, amilyen mértékben Magyarországon és Európában a foglalkoztatáshoz, a termeléshez, a szolgáltatáshoz és az innovációhoz hozzájárulnak, elengedhetetlenül fontos egy hosszú távú gazdasági és társadalmi stabilitás megőrzése. Biztos, hogy a nagyobb szerepet kell kapniuk a társadalmi párbeszédben az európai támogatások és európai fejlesztési alapok felhasználásakor, hiszen ezek a vállalkozások mindig a mikrokörnyezetükben maradnak és dolgoznak. A gazdasági válság, a jelenleg is kibontakozó különböző botrányok azt bizonyítják, hogy a globalizált bankrendszer és a világcégek sérülékenyek, és egy ország igazi stabilitását legalábbis jó részben a családi mikro- és kisvállalkozások százezrei, milliói jelentik. A két világ közötti egyensúly megőrzése tehát minden országnak és Európának is kiemelt érdeke. Mi látunk pozitív jeleket, és hiszünk abban, hogy ez az egyensúly megteremtő. Ezért az IPOSZ egyik meghatározó elve mindenben a partnerség, az együttműködés keresése. Ilyen érzetünk van az ifjúsággal való kapcsolatban. Talán a gyors kommunikációs forradalom, a globalizáció gyors térnyerése is szerepet játszott abban, hogy ma kevés fiatal fordul azok felé a szakmák felé, amelyek még hosszú évtizedekig elengedhetetlenül fontosak a társadalom, a lakosság, a fogyasztók számára. Ma sok szakmában kérdések nem ülnek fel. Ki fogja folytatni, ki fogja a vállalkozásokat átvenni, ki fogja a mesterségek tapasztalatait megtanulni és megőrizni. Kezdenek generációk között szakadékok kialakulni, és ezek áthidalásához sokat ennivaló. Itt is látjuk a törekvést abba az irányba, hogy ez a helyzet javuljon, de nekünk is többet kell majd tenni ezen a területen is. Az európai gazdálkodási és kulturális életforma megőrzése a tét. Talán azt is megfogalmazhatjuk az elmúlt 25 évvel kapcsolatban, hogy a magyar-európai iparos világnak családi mikro- és kisvállalkozásokat összefogó szervezeteknek jobban össze kell fogni a jövőben, túlrendülve belső viszályaikon, és betemetve a meglévő árkokat előbb szinten a nyugati országok és a később csatlakozott országok szervezetei között. A közös Európának számunkra nincs alternatívája, és így a közös értékeket való európai országok együttműködésének sincs más útja, mint az együttműködés szélesítése és elmélyítése szakmai szinten is. Külön köszönetet szeretnénk mondani ezért azoknak a külföldi szervezeteknek és vezetőiknek, akik ma jelen vannak és eljöttek a ünnepi rendezvényünkre. Tudjuk, hogy ez nem csak az IPOSZ-nak, a jó barátságunknak szól, hanem annak a felismerésnek, hogy szükséges ezeket a szervezeteknek az együttműködése. Európában egyfajta gazdasági és kulturális identitásunk megőrzése érdekében. Meggyőződésünk, hogy ez az identitás, ennek megőrzése, ennek fennmaradása, európai jövőjének alakulásában az egyik legfontosabb bázis és előfeltétel. Partnerség és a párbeszéd ennek hangsúlyozása mellett hadd mondjak néhány szót, hogy minél fontosabb alapelvről a békének a megőrzése. Jó néhány
évvel ezelőtt, amikor a parlament csodálatos nagy termében tartottuk fontos rendezvényünket, a kézműipari kis- és középvállalkozások Európai Szövetségének, a Jóakménynek az akkori főtitkára, Müller úr, halva a különböző országokból egy összegyűlt szervezetek képviselőinek panaszáradatát és örülését, a következőket mondta. Uraim, el tudják önök képzelni, hogy mivel kerül egy óra béke fenntartása Európába, erre áldozni kell. Most figyelve a világ és Európa eseményeit, nyugodtan aláhúzhatjuk ennek a kijelentésnek a fontosságát. Valóban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a békét és a társadalom békét meg lehessen őrizni. Ha nincs béke, az ipar is nem tud dolgozni, alkotni. Ennek érdekében sok mindent alá kell rendelni, és mindenkinek minden szinten kompromisszumokat kell kötnie a közösségi és az egyéni érdekek között, saját ország érdekében. Sőt, nem elég a kompromisszumokat kötünk, hanem meglévő alkotói energiánkat is a közjó és a szőke környezetünk boldogulására kell fordítanunk. Békében és élhető környezettel kell megőriznünk és átadnunk a világunk a gyermekeinknek és az unokáinknak. A politikának a legfőbb feladata, hogy egyszerű munkához biztosítani tudja a megfelelő feltételrendszert. Megköszönöm a kormány képviselőinek, a kamarák képviselőinek, a munkavállalói szervezetek és a szakszervezetek vezetőinek, a partnerszervezeteink képviselőinek, akik ünnepelnek velünk. Arra fogunk törekedni a jövőben is, hogy ennek a nagy magyar családnak olyan bőtó tagjai legyünk, akiket mindig lehet számítani. Külön köszönöm a sajtó, a rádió és a televízió képviselőinek megjelenését, hiszen rajtuk ma nagyon sok múlik az általam említett egyensúly fenntartására. A kétkezi munka az iparos tevékenységek fontosságának a tudatosításával a családok és az egész társadalom felé. Köszönöm azoknak az iparosoknak a munkáját, akik az elmúlt időszakban szakmunkásokat, mestereket képeztek, akik a tudásuk átadásával hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kisipar fennmaradhasson. Ezen a körön belül is kiemelten szeretném a köszönetemet kifejezni azoknak az ipartestületeknek, iparosoknak, akik az elmúlt időszakban a hazai és nemzetközi szakmunkás versenyekre a tanulókat felkészítették, és most csak oly sok helyezést értek el. Utoljára, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni az ipartestületeknek az elmúlt 25 év munkáját, azt, hogy eljöttek erre a rendezvényre. Ígérem, hogy az IPOSZ mindent meg fog tenni az ipartestületek társadalmi, gazdasági szerepének erősítésére, és annak érdekében, hogy mind Magyarországon, mind Európában legyen egy külön családi és mikrovállalkozási gazdasági stratégia, egy vízió, amely kiemelt szerepet száll ennek a gazdasági rétegnek Európa jövőjének.